Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a 8. kerületből, a Golgota utcából. Ide fogok mindjárt bemenni. És a elveszett villamosvágákat fogunk keresni, amiket már több videósnál is láttam. Én most név szerint a Puhár Bencén meg Rikálinál is, hogy ők már levideózták ezeket a felszedett vágányokat. Hát, megkeresem őket én is, ha sikerül. Elvileg itt vagyunk a Golgota úton, tehát elvileg ezen kell egyenesen bemenni, és itt lesz. Hát, meglátjuk. Nem biztos, hogy mindenhol ilyen jó minőségű felvételt tudok csinálni, mert mégis a 8. kerületnek a mélyén vagyunk, itt a közbiztonság nem az igazi, ezért lehet valamikor gyorsan kell kapkodni a kamerát, vagy gyorsan el kell tenni, és emiatt így nagyon remegő és meg sonoló felvételekre lehet számítani. És elvileg a villamos egyébként itt jött a Golgota utcán, miért folytam a kamerát, és megmutatom nektek. Valamikor itt mentek a sinek, csak az újra aszfaltozásnál tűnt el. És itt mellettünk egyébként ez még mindig a gazdgyár, vagyis hát annak a maradványa. Itt mondhat inkább a volt gazdgyár, itt most kínai piasztól, meg vietnámi piasztól kezdve különböző kisebb üzemekig, cégekig minden van. Hát belakták ezt a nagy komplexumot. Úgyhogy, és ráadásul mindjárt most jön az út, amit látom, ahol már elfogy az aszfalt, a járdára meg ráparkoltak és maskaköves, úgyhogy itt már a bicikli nem nagyon jó, inkább tolom. Ezen a maskaköves úton szétráznál, meg a kamerát is lehet jól. De ha találunk sineket, akkor majd megmutatom nektek egyenőre, itt most legyen elég ennyi. Csak egy kicsit jöttem előrébb, és ezt nézzétek, itt még megvan az egyik vágánya a villamosnak, sőt, itt van egy keresztbe is egy sínszál felé, tehát lehet, hogy ez volt a próbapálya. Mert egyébként volt itt régebben egy próbapálya is, ami a Ganzjárból vezetett ki egészen a Népligetig, és azért több vágányos volt. Több vágányos volt, hanem különböző nyomtávú. Valami 6 féle nyomtáv volt benne legalább, hogy mindenféle szerelvényt tudjanak próbázni. Hát meglátjuk, ezt mindjárt megnézzük közelebbről. Hát nézzétek meg, bár itt csak 2 sínszál, tehát az valószínűleg mégse az volt, hanem egy egyszerű iparvágány. És valószínűleg egyébként még itt vannak a sinek az aszfaltban benne. Ráaszfaltoztak. És vezethetett arra, vagy onnan valahogy. Hát ez most így nem látszik, de látjátok, már is egy elveszett vágányt azt itt találtunk. Erről mindjárt fényképet is csinálok. És ez pedig igen, ez a villamos. Itt ment régebben a 20-as meg a 23-as villamosnak volt a pályája. Ezt is mindjárt megnézzük. Eddig megvannak a vágányok, ezt nézzétek meg. Tehát itt még nincs felújítva az út, eddig még tart a maskakő, de egyébként valószínűleg itt a sínszálak jönnek tovább, nem hiszem, hogy ezt így kiszedték volna. Csak egyszerűen ráaszfaltoztak. És onnan. És ott viszont majd mindjárt azt is megmutatom, ott vannak a sinek. Kibontva már az útból. És szerintem egyébként itt még benne volt gansterületen is vannak iparvágányok, nézzétek, tehát megtaláltam, amiért jöttem, itt vannak a kibontott sínszálak, amiket innen szedtek ki Golgotából, meg hát szerintem itt így végig megvoltak, és ami még megmaradt sínszál, azt szedegették itt most ki. Hát ez volt régen a 20-as meg a 23-as villamosnak a maradványa, hát ennyi maradt meg belőle, hát meg sok videós megnézte ezt már, valószínűleg egyébként én is. Így ezúttal is köszönet Rikálinak és Kuhár Bencének is, hogy ezt a videót felrakták, mert onnan tudtam meg én is, hogy mi van itt. És akkor így hazafele jövett munkából, tudom, hogy miért ne nézzem meg, én is itt vannak. Hát ezek már nagyon régóta itt voltak az aszfaltban. Hát látszik is, hogy milyen állapotban vannak, tehát ezeket nem valószínű, hogy már bárhova is beépítik. És igazából még az a csoda, ismervét a környéket, hogy ezek még itt vannak, mi nem hordták még szét. De valószínűleg az lesz a sorsuk, hogy valami benszülött észreveszi, hogy mennyi fém van itt, aztán elviszik. És akkor itt nézzétek, itt van egy Diósgyőr. Diósgyőr az kivehető, csak az nem, hogy mikor csinálták. 1941 talán? Keresünk rajta még valami azonosítót. Például itt van egy olyan, hogy Diósgyőr
Tiós Győr 1961, ennyi látszik. Hát, még azt szokták ráírni egyébként, hogy hány kilós. Ugye, hogy egy méterre hány kiló, azt még rá szokták írni, de ezt most nem tudom nektek megmutatni, nem látszik. Hát egyébként erre kell tovább menni, mert itt mentek a vágányok, de majd most már visszamegyek a Spotter biciklére, nem szeretném sokáig ott hagyni a placon. És rábíztam arra a Crest táblára. De hát ez nem az a környék, ahol sokáig ott lehet hagyni. Úgyhogy megyünk majd tovább. Csak egy picit kellett arrébb jönni, és találtam még egy pár sínszálat. Szerintek, hogy szerintem érdemes az utcán végig menni, lesz még szerintem. Nézzétek meg ezt így, ez így. Nagyon jó egyben van, és még a kapcsolószerek is ott vannak. Ezen még rajta van a heveder is. És itt nézzétek meg, hogy ezt simán flexel elvágták, vagy lángvágóval, vagy valamivel. De nem... És nem is szedték szét, nem csavarozták szét a hevedert, hanem simán fogták ezt lángvágóval, vagy... Valami vágó alkalmatossággal ezt így elnyiszatolták. Hát, és akkor nézzétek meg ugyanilyen sínszálak, stb. És még ez az utca le van zárva, ezt mindjárt megmutatom nektek. Látok, hogy ott az úti forgalom elő le van zárva, úgyhogy a gyalogos forgalom van, úgyhogy ez mondhatni relatíve még biztonságosnak tűnik, meg ez a környéki ránézése nem az a nagyon rossz, de azért sokáig nem fogok itt időzni. Megyünk tovább, hát még ott amaré van egy, azt megnézem. Hát ez még egy sínszál. És szerintem érdemes végigmenni az utcán, mert lesz még. Mert szépen megnézzük. Hát látszik, ezen jobban látszik ez a tipikus villamos vágány. Más a fajta, mint a nagyvasúti sín, mert annak nincsen ilyen kalimája, hanem az itt teljes szélességében így maga a felület van, és így ez a villamos sín az ilyen. És akkor, hogyha ezt megnézitek. Na de elő mindjárt csinál a fényképzés, és itt is nézzétek meg, itt van a... Csak itt van a kapcsolószer, nincs rajta. Még három sínszál, így darabokban. Ezek viszonylag rövid sínszálban, amikor a villamos annó így építették, hogy hosszú sín akkor még nem volt. Mert manapság már a nagyvasútakat építenek 120 méteres sínszálakból is. Ezek meg ilyen, hát... Mindjárt megnézzük így gyorsan, ez hány méteres lehet így nagyjából. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát ez így... Sasszfel kb. Az olyan 5 méter. Ez egy picivel rövidebb, ez olyan 3 méterre satszolom. És így benézve az utcába többet nem látok. De lehet, hogy lesz még. Hát akkor most egyenlőre akkor nyerek be, és akkor még itt végig megyek. Egyébként se tanácsos sokáig itt lostokolni, de azért, mert teljesen újra van az, tehát ez még friss aszfaltozás. De lehet, hogy találunk még síneket, megnézzük. Be egy kis elveszett vágányt is, hogy ez itt a Bláti utca, ami most állok, és a villamos az annó az így arról jött, és akkor itt egy ívet vett, és így ment a Vajda Péter utcán egyenesen arra. És ha minden igaz, akkor a Könyves Kálmán körültől is itt, de ott tudok jutni, ott megy a villamos a háttérben, akkor jó fele megyek. Tehát itt valószínűleg itt vette egy ívet, így, mint mind a két vágány, és... Csak hát már eltüntették a nyomait teljesen a villamosnak, de valószínűleg ott ment középen. Majd közelebbül is megnézzük. Tehát szerintem az egyik vágány az itt jött, a másik pedig ott, ahol most a virágágyás van, ott ment a helyén a másik. És arra fele ment ki a Népligetig. 20-as meg a 23-as villamos. De már teljesen beépült a környéke. Szerintem itt innen is kiszedték a sineket még korábban. Hát nézzétek, most már elérünk a Vajda Péter utca végéig, és ugye messze, és itt van a Ganzjárnak az egyik bejárata, ami, hát úgy látszik, hogy a Ganz Holding tárva kint hagyták, ez még lehet, hogy most is az. De... És elvileg a
Én azt hallottam, hogy a 99-es busz jár most a villamos nyomvonalán, az pedig ugye itt ment el, nem is olyan régen egy, úgyhogy valószínűleg jó helyen járunk, és tényleg itt ment valamikor a villamos, tehát itt pont elfért középen két vágány, tehát valószínűleg tényleg jó helyen járunk. És ott az utca végén kanyarodott, úgy ment tovább a Népliget fele. Sőt, volt, amikor a Népligeten belül beljebb is ment, és más nyomvonala volt. Hát ráadásul a Népligeti pálya csak később épült ki. Azt csak olyan 2000 környékén építették tovább az egyes villamost, eddig 1995-től. Ha jól emlékszem, akkor még csak az MTK stadionig volt meg. Hát akkor ez nagyjából, akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor én itt el is köszönök, és megyek tovább, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Végül is az elveszett csineket megtaláltuk, azért jöttünk. Kibontott vágányokat is találtunk, elveszett vágányt is, még iparvágányt is találtunk, úgyhogy... Végül is eredményes volt eddig, úgyhogy majd legközelebb is találkozunk, sziasztok!